Na csácsomi csőtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, kiperülön közük a következő Farming Simulator 17 gameplay-jel. Ez a, basszus, ez a legbegyakoroltabb szövegem, amit nem is hogy begyakorolt, hanem annyira megszoktam ezt a szöveget gyerekek, hogy ez már őrület határát súrolja. Egyik haverom mondta azt, hogy egyik reggel arra ébredtem, hogy a takarítónő az őrület határát súrolta. Na, nyomjuk neki a popot, ugye mehet a vetőgép, mehet minden. És mehetünk a következő földre, és kitaláltam valamit, sőt, nem kitaláltam valamit, hanem Fábián Zsoltnak köszönhetően kaptam én valami csoda dolgot, ami nem lesz más, mint egy csodálatos dolog. Mutatom gyerekek. Elvileg a modok közé bekerült az elhajaszható tárgyak közé nekem egy olyan, micsi, egy olyan, hogy modöckák az elevégén van a modöckák? Itt van. Farming Shiro System 50 ezer ér. Nincs 50 ezerünk, aha. Ez egy olyan siló, ami ugye telepíthető dolog, amit lehet, hogy le fogok rakni valamik föld végébe, és akkor ugye további funkciók elérhetők már a keepernek, tehát tudja azt. Jó, remélem learatja ezt, hallod? Automatice. Akkor ugye le tudnám ide rakni, és akkor nem kéne folyamatosan szállítani a cuccot. Egyébként írtátok, hogy vessek mást is, vessek magamra ugye, amikor a paraszt nem tud betni, akkor mit csinál? Magára vett. Jaj. És bazz, épp hogy elfér, olyan királyok vagyok. Nagyon jó. Na, azt akartam mondani, hogy akkor ugye az a nagy probléma a nagyobb hozamú növényekkel, amik igazából olcsóbbak, hogy nagyon sokat kell furikázni vele. De viszont, hogyha ugye itt én csinálnék egy silót, akkor azzal már elérném azt, de nem fogok tudni beférni, úgyhogy remélem ebbe befér, amit a kamionnal nem fogok beférni. Akkor tudjuk azt csinálni, hogy a silóba rakjuk le, és mindig akkor adjuk el a dolgokat, amikor ugye a leginkább megéri. Na, később pedig telepíthető izét is fogok. Azt nem fog elférni lassan. Félsz, barátom. Jó, soha nem megyek, mert ez pont... mert ezt kiszámoltuk, gyerekek. Na, az a kombájnra fogunk erre jönni, úgyhogy mindenképpen itt fogunk üríteni. Hát is megyek a másik földre, mert itt már ugye nem körülünk. Sőt, én itt ki fogok üríteni majd szerintem. Na, visszatolatok gyerekek. Forgózsámolyos a gyerekek, kitolatok a világból, azzal nincsen probléma. Csak nekem izéle legyen. Ja nem forgózsámolyos, mondom, fél portkocsival kitolatok a világból. Izéve ne legyen nekem forgózsámolyos. Ja, később akkor majd csinálunk Szilásnak is silót ide. Hogy mondjam ezt el? Ebben mindig belekeverek. Jó, ez pont belefér, szuper gyerekek, húzunk mind a vadlivák. És akkor ürítünk és vagyunk a következőre, és eladom a cuccot, és akkor lehet, hogy beszökött fel ezerért egy olyan tárolót. Bár mondjuk ugye most a sponzra kéne koncentrálni, bár a fa biztos vagyok benne, hogy nem fog megnőni még annyira. Szóval adnak se sok értelme van, ezt meg le kell húznom mindig a területet. Azok gondolkodok, ne csináljam meg azt, hogy hát mondjuk le tudom húzni pekipakre. Ennyire megcsinálhatnám azt is, hogy ugye visszaalakítom, megvan a hengerem valahol benne abba a boriba. Akkor tudnám azt is nyerni. Gyerekek, egy komplet erkély van ezen a járműben, ezen a kész ilyen. Oda egy kis asztal, meg egy kis kettő szék, aztán itt lehetne dohányozgatni, aztán nézni éppen. Mekkora király lenne gyerekek aratás közben. Végül is nem nagy por lenne, így a kávés csésze az 5 másodperc alatt megtelne, amikor szórja, főleg amikor ugye szétszecskázza ezért a szárat. Ja, és lenne szalmám. Gyerekek, ugye igazad van. Azt a Edmond Lokonon írta, hogy hát jó lenne kipör, hogyha már valamit művelni azzal kapcsolatban, hogy ne csak babot vessi állandóan, mint az őrület. Úgyhogy ez a föld most már ugye el lett kezdve, de a következőre akkor már mest fogok fületni. Gyerekek, ez ki van számítva, mint az őrült. Na, ezt figyelj. Wow. És ez meg fog telleni, és akkor viszem is, vagy pedig megvegyük a silót, de igazából a siló az 50 ezerbe kerül, szóval ezt mindenképp el kéne adni. És mondtuk, hogy addig nem pörgetünk időt, amíg ugye nem történnek meg itt az események. Ilyen, ez bele fog férni ebben? Na, behalt. És a fák azok még mindig nem nőttek, egy csöppöt se, gyerekek. Rossz az éghajlat, ez a nyárul isteni. Nem baj, megyek úgyis egy kört most, elviszem akkor ezt a legjobban vevő helyre. Lehet, hogy akkor a Pont Scorpio alatt még veszünk mást, mert megveszünk egy ilyen silót.
Jó lenne eladó helyet venni, mi az mekkora király lenne, gyerek, ide venni egy boltot. Az már nagyon-nagyon cheat lenne szerintem, mondjuk. Jó, hogy nem egyből eladod, érted. Na, adjál neki, barátom. Csapassad. És ezzel meg akkor gyorsan nézzük már egy izét, hogy hol lehet ezt legjobban élődni. Nézzük a babacska. Ó! Oh! Ennél jobb árat az még nem kaptam, érte, hallod? 3080. Old Green Street, izé, valami csoda. De még mindig nem tudom, hol van Tombstone. Ja, az van fönn, ha? Mindenképpen megindulunk arrafele. Úgyni, és jobbra. És akkor ugye jobbra. Ennyi az egész. Nem kellett töpöcsölni. Milyen jó, hogy nincs facecam. Mindig mondjátok, ne ide rak, ne oda rak. Itt most nincsen problém belőle. Király. Viszont ezzel nagyon gyorsan le tudom szállítani, úgyhogy azért meg lehet, hogy fölösleges lenne a 50 ezeret kiadni azért a telepíthető targyér, a silóér. Nem tudom, mi legyen, mit évő legyünk. Mit évő legyek. Gyerekek, nem figyeljetek, nem tökölök. Új, kaktusz ki lett csapadva. Ide kellett hozni, ugye? Szuper lesz. Meg éppen, ja, de jó, mert most már nem kell ezért bérmunkáznom majd. Annak örülök. Munkait bevenni. És ráterünk az útra inkább, mert csúnya világ lesz. Jaj, már megint koszosodik a verde. Hoppa! Szerintem itt kell befordulni. Nagyon nehezen szedi vissza a kormány, gyerekek. Műszerek működnek? Mi az a sok műszer, gyerekek? Egy izé, egy Boeingon nincs ennyi, vagy egy izé, vagy egy űrsiklón. Na, mi van? Sándor! Szórakozz el velem, mi van? Ja, még mindig jó hosszú szirélvénnyel vagyunk. Na gyerekek, pereg a pénz, pereg. Ha iszonyat sokat fogunk ezzel keresni. De jó, és akkor figyeljetek, addig nem is kell pörgetni az időben, amíg nem maradjuk azt is, a másikat, és akkor azt is el tudnánk hozni, és akkor megint ugye nagyon jó pénzért tudnánk eladni. Lehet, hogy hosszú szárú növényeket is kellene nyomnom. Mert akkor ugye az történne, hogy lenne szalmám. Csak azt nem tudom, hogy szalmát hogyan. Lehet, hogy ja. Arra gondoltam, a szalmát úgy kéne, hogy nem báláznom, hanem leborogatnom valahol, nem? Egy ilyen tárolót azt is, és akkor tényleg ki lenne építve egy ilyen komplett bázis, amit teljesen én építek fel, nem az van, amit érted a gép dob. Úgyhogy nem kell itt ezért, rugalmasnak kellene. De nézzetek, itt van a izé. Itt vannak a gaztartaljuk. Ja, tudom, hogy nem az a... Jön a pick-up, jön a keeper. Vaza, ide beleesnék. Halál lenne. Ember halál. Egyébként ti hogy vezettek, akik vezettek? Kettőfajta sofőr van, ezt észrevettem. Valaki így vezet, vagy majdnem a vonalon, valaki meg így jobb oldalon majdnem a vonalon. Mármint úgy értem, hogyha normális úton nem ilyen izé paraszt utópész keresztbe hosszába. Jó van. Szerintem ez így bőven jó is. Adjunk visszafelé. Ez meg arát, és akkor a következő az már nem bab lesz. Kérésre. Nem pörgethetek még. Kéne két gombány, gyerekek, az is nagyon. Figyeljetek, mennyibe fáj egy gombány. És nagyon gondolkozok rajta, mert igazából a pontskorpiót minek vegyem meg? Még nem nőtt meg a fal, nem fogom még használni, nem? Lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy venni még egy kombányt. Vagy bérelni egy kombányt. Menni ki jobban, mert halljátok, hadd nézelődjek addig kombányügybe. Engem idegesít, hogy atomlassan ezért dolgozunk itt. 430 ezer, az viszont iszonyatosan drága. Ez most nem van értékőve, figyelj de. De hát azt beszéltük, a legnagyobbakat veszünk, nem ilyen kis pecskeszerűket. Mennyibe kerülne a bérlés ennek a... Mondjuk ennek, ugye? Nem, ez ugye ilyenünk van, ugye? Hol a bérlés? Ja, össze be kell menni ide. Vagy 30 ezerbe fájna a bérlet, naponta 3 ezerbe fáj. Ez viszont elég jó áll. És ez mennyinek lenne a bérlete? Ezek 34 ezer lenne a bérlete. Naponta 4300, ez naponta 3700. Ez de jobban tetszene. Béreljünk egy ilyet? Hm.
Gyorsabban megkeresném a izét. Pénzt. Gyerekek, béreljünk egyet, de akkor arra figyeljünk, hogy mindenképpen ilyet kell vetni, amikor nem veszek kukoricavágó asztalt, napraforgó ilyesmit nem fogunk mi vágni. Betakarító gépek, akkor mérlek egy ilyet. Mindig annyira mondtátok, hogy jó a bérlés. Nem, amúgy nem hülyeség. Viszont nem. Addig nem kéne bérelnem. Ezt a földet már levágom, és bepörgetek az időbe. És amikor már megállt az idő, akkor bérlek, mert így fölöslegesen költenék, ugye. Üzemóránként ennyibe fáj. Ez az alapköltség, ez még az üzemóra díj. Az igen, gyerekek, azért az nem kevés. Nem biztos, hogy megéri. Üzemóra díj az rettenetesen sok. A másiknak mennyi az üzemóra díja? Az olyannak, ami nekem van. Igazából az... nem ez... ez. 18 ezer. Hát lehet, hogy bérlek egyet, de mindenképp megvárom akkor, hogy az a terület le legyen vágva. Most már ennek nem fogok. Jó, az még így fordul, jó. Ja, nagyon filózok itt a dolgokon. De viszont ezt jó lenne a babot erőltetni, még megmondom őszintén. Edmond, lehet, hogy egy kicsit felszívjuk magunkat még, hogy meglegyen a ponsz meg a következő, vagy megnőjenek a fák, vagy nem tudom, hogy valami még, ugye ez egy elég jó költség, hatékony dolog. Keveset kell fuvarozni ezzel a babbal, meg ilyesmi. Lehet, hogy egy kombájnig még babozunk, meg még a poncig. És akkor utána már úgyis jön a pénz, mert a fából is folyamatosan tudom termelni. És akkor két kombájnnal meg iszonyatosan gyorsan jön a pénz, ezen a két földön. Utána jön ugye a nagy vető a izére, a tudod mire? Big Bad után azt szerintem akkor már nagyon nyerők leszünk. Ah, gyerekek, 20%, 20%-on van már. Jó lesz ez, vak lesz gyerekek, egyelőre. Junior megugat. Megnézném, Miki az? Miki, ja, ott végzett az. Semmilyen körülmények között nem vagyok itt hol. Egy B-t bekapcsoljuk, azt lehúzzuk. Úgy látszik, hogy nem érkezett senki. Junior megint rá van állítva egy kicsit nagyon érzékenyre is. Nagyon nyomja itt ezt a zűrületet. Nem tudom, lehet, hogy bele se hallatszott, hogy ugatott egyébként. Mint az atom. Hoppá, azért ezt nem sikerült eltalálnom rendesen. Jó, a gyerekek, ezt így lehúzom, mint nagyjából, aztán mehetünk ám másik földre, egyből ugye utána. Na ezért kellene ugye a két kombány, meg a nagyobb vető, hogy sokkal dinamikusabban, gyorsabban. Addig nem akarok földet venni, de ha földet veszek, mindenképp meg itt nagyon közelbe fogom megvenni. Úgyhogy majd mindjárt meg is nézegetjük a földeket, jó gyerekek? Na lehet, hogy bérlek akkor egy kombányt. A következő pörgetés után. Vissza is csukom. Na, mint hogyha nem fér neki, az még pont kifér ugye a kapun. Tök jó az a kamera, kár, hogy nem lehet belenézni, úgy már, mint hogy nincs kamera nézete. De szerintem ez a kamera ez azért azt a célt szolgálja, ugye, hogy ez pont a izé. Pont a... itt egy csatlakozási pontokat nézni, vagy esetleg rátolatni, vagy nem tudom. De hát egy ekkora gépre egyelőre ráállni a izébe. Mondjuk lehet pontosan járni egy nagy géppel is, nem csak az kicsi gép. Azt néztem, ezen az úton soha nem jár senki, mindjárt leszántam gyerekek esküszön. Ó, az a föld már fele megvan. És amikor megnő a cucc még egyszer, akkor fogom azt csinálni, hogy bérlek még egy kombányt és marha gyorsan le fogjuk aratni. Úgyhogy az a lényeg, hogy pörögjünk ugye ebbe a sorozatba. Ugye a hatékonyság az, ami nekem most úgy mondhatjuk, hogy fontos. Végén csak sikerült betörnem ezt a szart.
Itt egy sagyi. Hú, itt a kardám milyen izé. Olajos, koszos minden. Nyomja az olajat, gyerekek, ez ilyen izé. Ezt a Big Bad el kell járná enni az olajat. Szerintem gondosszal menthetnéd bele mondjuk. Na jó. Ugye ez meg is indulhat ez ezzel. Kapásba beütettük a család gyerekek. Mi csak csajokkal dolgoztatunk. Az így. Igen, mi? Ide nézzél. 747 az mi? 16V gondolom az a 16-os V motor. 16 hangeres. Az meg lehet, hogy ugye a tolt teljesítmény akar lenni low erőben. Vagy pedig köbcentibe szoktak izébe gallomba megadni ugye. Főleg mi a faszom? Nem gallomba azért nem. Hanem mi a másik mértékegység az USA-ba. Szoktak megadni ugye ilyen nagy dodge-okat meg kamárókat abba. Motor űrtartalmat. Ugye nem izébe adják meg, nem literbe adják meg, mert ugye amerikás a dolog. Ez a kamion ez viszont ott nagyon nagy gyerekek. Nagyon király. Na jó, nyomtam egy tempóvatot, barátom. Ja nem, fel-fel pörgeted, ugye vagy? Király. Jó, ennyi volt. Maradék az biztos, hogy bele fog férni, úgyhogy szerintem a maradék tudja, hogy belefér, ugye gyerekek? Mi akkor már megyünk is. Föld végébe, aztán ott majd kiürítjük belőle. Mivel egyszerre fogjuk pörgetni ugye a két földet. Emiatt. Tehát mindegy, melyik földön fogunk kezdeni kombájnnal. Sőt, akkor lehet azt is csinálni, hogy egyik mind a két földön egyik kombájn. Egyébként pörgethetném az időt, azon filózok. Gyerekek, nincs semmi bérletem. Bérlésem. Pörgetem az időt, ne haragudjatok. Igaz, hogy ez csikosan fog beérni, de a másik az nem. De mondjuk nem biztos, hogy érdemes pörgetni. Jó, nem pörgetem. Már csak azért sem, mert ugye két kombájnom lesz, fogok bérelni egyet. Időpörgetés után, és akkor mind a két földet egy-egy fogja aratni, mint az őrült, és akkor nagyon gyorsan tudjuk majd nyomni. Na, viszont egy silót vernénk, ha már egyszer itt kiépítjük ezt a dolgot, nem? Ezt a cuccos itt megnézem ezt. 5 feldefbe kerül a gyerekek viszont. Akkor ugye lenne nekem szép kis ürítési lehetőségem meg minden. És arra gondoltam, hogy ugye valahogy úgy kéne ezt megmondani, hogy azért legyen hely. Helyen húj a haj. Valami ilyesmire gondoltam, már körülnézünk. Valahogy ide, ugye? Ide lenne jó. Így. És ide lehet járni, ugye azért. Főleg azért. És de várjál ma, ez pont ugyanott is ürít, meg ugyanott is tölt. Igazából az jó, nem baj. Jó, ennyi gyerekek, mindjárt megnézzük, jó valami géppen. Tök jó. Ezt még bírom gyerekek, nem tudom, ezt miért csinálja a Ricsit. De igazából nem, az a baj, nem foglalkozok bele, hogy miért csinálja, azt mindig ezt csinálja. Ja, mínusz 5000 vagy 5000 forintba fájt ez. A mi veled, de hát jó van. De most mi az, vettem valamit, pont akkor írja ki. Hülye vagy? Még mindig ezt akkor csinálja? Na, és akkor ide be tudom ugye üríteni, ha akarom. Most kipróbáljuk? Van egy izé is rajta, egy műszer, kíváncsi vagyok most, ez mit művel, hogy műveli. Hogy tudok tölteni? Na, erre most kíváncsi vagyok. Passzod, ne álmozd legyen, hogy nem tudok kiszedni. Hallod, ez halál. Az ember halál lesz. Figyeld el. Ha fogok szni. Jó, rá kell fordulni. Baj lesz ebből, gyerekek. Aktív. Na most aktiváltam. Aha. Hát ez kurva jó, gyerekek. Ez mi az, hogy open door? Hát ez nagyon komoly, gyerekek. Tök jó, tetszik, király, köszönöm szépen a linket. Jó. Bejövös.
Vissza tud mixoljon belé? Csak az a gond, hogy ugye itt van ez a beton rampa, azt nem nagyon szereti, most megint sikerült rá kettyentelem magam. Nem nagyon akar workingolni, mi van? Gyerekek, baj lesz ebből. Nem akar, miért nem akarja kiszedni? Valamit ezért nyomnom kell? Úristen, ne szórakozzál. Most kinyitnám azért a dolgot, az érdekes lenne. És te nyomok egy open door-t? Úristen. Nyomok? Jó. Megnézem, hogy most mi van. Nem akar, nincs olyan kirakodás, hogy... Nyomok én erre, ugye erre kellene elvileg. Bazd meg, ne szórakozzál vele. Nincsen olyan, nincs el. Kicsirám, mit kell nyomnom? Ó, nem, de nincs, miért? Ne szórakozz. Gyerekek, baj van. Elnyel te az izét, coint. És akkor deactivated, és akkor behajlik a cső, mi? Az meg nekem nagyon jó lesz. Na jó van, akkor ebből nem fogom tudni kinyerni. Bugos az a szar. Nyomok én erre. Hát elvileg erre kéne, de ez semmi. Várjatok, most visszacsukom ezt a szart, de egyébként ez... Teljesen mindegy, mert úgysem működött. Figyeljétek, ugye ki kéne írni, hogy erre. Hopp! Ja, egy kirakodást írja csak, ugye? Az egy változik, egy kirakodás. Jó, gyerekek, rávasztunk nem kicsit, remélem ki tudom szedni majd a izébe is. Másik helyen. Na most ez kemény, ez jó, kösz. Király, beraktam 10-akárhány ezer valami csodát, ez nem történt semmi. Jó, ez nagyon jó, remélem ki tudom szedni a másikba, ezt meg adhatom el francba. Jó, el is adom gyerekeknek, de várjál, megpróbáljuk kiszedni, jó? Ez visszaér, várjál, mi az? Most ez kicsit be... Jó, amire visszaér, én elmegyek a izébe, van nekünk ugye storage-ünk. Hát nagyon bízunk benne, hogy ki fogom tudni szedni, ha nem, akkor nagyon lecsesztünk gyerekek. Bírom a... Imádom a jó kis madokat. Na, ott van lenn, ugye? Meg kell mennünk jobbra és utána balra. Jobbra és balra. Vagy pedig, nem tudom, hát vágni. Jobbra és balra legyünk. Korrektek. Így. Ja, meg mit? Krumplit vetettek? Vagy répát, vagy micsoda? Ütettek. Ó, te fiú! Remélem, hogy ott is ki tudom szedni. Bugol a cicc. Mivel itt van a telephely. Úgy nincs olyan marha messze. Főleg az ember tényleg úgy megjegyzi. Tyúkok is vannak. És itt van a, itt a íze is. Nem vigyeljetek, nincs messze ez a cucc. Síló dolog, ugye? Akkor minek? Hát ide simán be, jó, nincs olyan messze tényleg. Jó, a gépekkel ugye, vagy izolja, kombájna meg ilyennek én, akkor messze lenne. Na, hogy nincs. És akkor ugye itt, nyom egy, mutat egy erret. És ott azt hiányzik a másiknál. Az fasza, hogy ez benragadt, hallod? Az komoly! Ez komoly, gyerekek, bennmaradt. Jó, akkor nem arra el, vagy nem tudom, mit csinálják. Most... Ó, tudj, rohagy meg! Bebugolt, gyerekek! Vagy oda kell mennem, de figyelj, most odaállok és... megpróbálok még valamit, hogy odaállok és akkor úgy megpróbálni... megkezdeni a töltést. Nem tudom. Vagy oda menni a géphez, hogy nyomni kell valamit rajta. Jó, megnézzük azt, hát hogyha... Több mint ciki, nem ciki, hanem az idegesítő. Hangulat is az amerikai map. Hullusa cucc az egész.
Megnézzük még, megpróbálom még egyszer, hát ez így. Ez meg végzett. Ura megyek, ráállok, és akkor megnézzük, nincs valami gomb, de hát nem csak simán töltés megkezdések ére. És biztos, hogy itt kell üríteni az oldalon, a másik oldalon nincs ő. És akkor ugye itt nem ír erret, ugye az a baj, itt kéne erret írnia. Mindegy, nézzük. És itt csak az van, hogy deaktiváltad ugye. Meg ugye kinyithatnám az ajtót. Semmi más. De ha kinyitom az ajtót, annak fú semmi értelme. Ja, meg a beszállást írja. Hát ez gáz. Ez több mint gáz, gyerekek, ez bugol. Semmit nem ír, nem változik, csak ugye a kirakás itt. Hát ez ciki. Ez bagos ez a szar, és elcsesztem. Ráadásul be is pakoltam neki, na mindegy gyerekek, hát ez... Hát nem vagyok boldog. Szóval 5000 ér. Rohadj meg. Király. Jó van. Imádom, komolyan. Imádom a modereket, hogy egy ilyen szart nem tudnak megoldani normálisan. Azt Eviat bazzag buktam, mit tudom én mennyi, 18000. Babot. Ó, hogy a franc nem ette meg őket. Most nem. De, hogy nem. Jó, most lassan mehet az idő. És az időpörgetés után akkor megállítjuk a időt a... Hát ez... Ez szar volt, gyerekek, ez bugos volt ez a... Bagos volt ez a... Nem vagyok... Nem örülök neki. Meg erre is egy nagyobb betűket. Hát buktuk most 25 ezeret, meg plusz az a 18 ezer, ezt megszorozott 3-mal, 50 ezer, 75 ezeret elbasztunk ezzel. Tök jó. De beállok, azt úgyis itt akkor aratás indul, meg akkor hozok még egyet, de az bérelve lesz, és akkor a másik földön is aratás. És akkor elég gyorsan szerintem. Hát meg kéne próbálni ebben a részben egy kis mondjuk a poncra vagy valamire összeszedni a pénzt. Ponzt mindenképp meg akarom menni, lehet combine bérelve lesz, nem tudom meg mikor a költségei lesznek, majd attól függ. Igen, ez 10 000, látod? És ez egy 8 000 elbuktunk. Hát Isten, nagyon sok, nagyon sok. Most meg már végezzem. Még egyszer lehúzza azt a végez. Addig nem akarom meg kibérelni a kombányt, ugye semmi értelme nincs addig, amíg nincsen megcsinálva. Az időpörgetés, mert akkor fölöslegesen cseszed a pénzt, ez semmi értelme nem lenne. Megvárjuk, ha nem baj, nem probléma, srácok. Jó, a legutolsó csikot azt nem fogom lehúzni, úgyhogy ez úgy marad. Amint véget ér, még ígér, akkor már pörgetek is. Jó, koszos lett ez megint. Ezt már egyszer lemostam pedig, ugye?
szép azok, amelyik belemerültem, gyerekek, komolyan mondom. Olyan volt, mint így az ember így, tudod, van az a... Van az, amilyen... Milyen csinálnak az emberrel? Hipnotizálják. Hipnotikus hatása van meg a hátsó kerékpont ezen a... De ez valóságban milyen... Bazza, oda belebújni, hallod azt, hogy amikor benne így... Kapaszkodhatnál. Jó van, gyerekek. Időpörgetés megindul, mint az őrület. Jó. Tudom, eddig el is rendezhetjük a gépeket, hát tök mindegy, hova viszem ezt is szerintem. Nem vagyunk itt szépenünk, sem. És igen, 161 ezer most elég sokat el fogunk cseszni, de sokkal gyorsabban fogjuk lerakni még egyszer ezt a két földet. Hát nem tudom, hogy ez az benne legyen ebben, srácok. De síró dolgot meg valaki küldjön már egy használhatót, basszus. Amivel lehet normálisan működni, de próbáljátok ki, mert ez nagyon halál. Egyébként Fabian Zsolt nem ezt küldte, hanem azt hiszem, hogy van a... Csak az a baj, hogy képet küldtél róla, és azt nem tudom, hogy melyik volt, azért meg letöltöttem egyet random. Amelyik pont valós volt, hogy miért is ne. De az durva, hogy még ki se tudod szedni a másik síróba, ez mekkora ügyesség, akkor lenne egy összecsöktagoztatva többével, nem? Vagy miért volt ez? Vagy nem kapcsoltam be? Mit tudom? Nem, de hát beleülítettem, mert írta a számláló. Most azon gondolkodtam, hogy nem volt bekapcsolva akkor, amikor ugye még... akkor még nem volt bekapcsolva, amikor beleülítettem. De hát a számláló írta, ugye felérzékeltem, hogy nem a földre öntöttük, mert akkor ott lenne a földön a kupac, meg még ráadásul. Akkor nem sima ívert tudtam volna csak kiüríteni, hanem kontroll ívert, úgyhogy az is... Hát arra sem tudja, gyerekek. Most még egyet nem fogok emiatt venni. Állítsd meg a motort, gyorsan már. Na, ezért közben nézzük a facsemetéket. Hát ez. Ezek nem nőnek. Jó, legalább hozott már virágot, vagy mit tudom én. Vagyis hajtást már hozott te? Meg kell metszeni, vagy mit tudom én, mit csináljunk ezzel, gyerek. Kikaszálom a körületit, elnyomja a fű így. Pedig aztán rengeteg fa. Gondolom egyszerre nő meg mind, mert ugye nem volt időpörgetés közben. Az azért vicces lesz, hogy pitty. Így megnyűnek. Ezen meg itt a mi ez a kajhacső, figyeld! Ez álma izé hőerőmű, baze, egy ekkora szar, aztán hun hőerőműzik ez. Van ilyen gom olyan, hogy így ekkora? Aztán egy konténer így. Ez konkrétan egy konténer, oda felugrok. Hoppá! Nem sikerült, tehát ez nem az a izé, nem az a játék. Jó, mindegy. Akkor szerintem, hogy két naponta egy izét nő. Egy... fokozatot. Várj, beülök a gépbe, azt akkor fentről meg tudom nézni, amúgy így nem. Ugye nincs TPS nézet ebben a játékban, de miért nincs? Ja. Figyelj, van egy-két fa. Nem rossz ez. Szerintem egy pár száz van. Jó lesz. Ez jó lesz, ez megnő, hogy gyerekek az étel lesz, mint a ráné. Mert akkor még majd ültetek, ugye. Mindig az ültetőt, meg a traktort, az kibérlem egy napra, és akkor gyorsan is így lenyomom. Jó lesz ez, gyerekek. Jó lesz ez. Na! Így menjen az idő, mint az őrület. Megnézzük az árakat addig. Kint tudok ilyen, ez jobb állt, mint a gerely. Fogunk majd mást is vetni, bocs, ez fakereszt a dologért, de... majd akkor, hogyha majdak, tudod-e? Tudod, miről beszélnek? Este van már, na! Gyerekig. Mert figyeljetek, lehet, hogy csinálunk egy olyat, hogy most én itt elmentem, és akkor meg... Figyeljetek, most ne kelljen itt várni, hogy nő a kalasz, nem? Az lesz, hogy akkor onnan induljunk, hogy megnőtt. Figyeljetek, pont innen fogunk indulni, de már megnyújt a dolog. És akkor megveszük a kombányt, és már jövünk mind az őrültek, jó van? Na, csácsom, hogy sőt, ez a csokoládé és traktorkerék, köszönöm a figyelmet, következő részben két kombánynal aratunk. Egyszerre, meg még ráadásul. Szerintem össze fog jönni a poncra, ha már a pénz. Na, jók legyetek, csá!